A Magyar Közút útellenőri szolgálata meghatározott terv és gyakoriság alapján járja be a kezelésükbe tartozó közel 32.000 kilométeres közúthálózatot. Amennyiben állati tetemmel találkoznak, jelzik azt az illetékesek felé. Ha mi találunk, ne csináljunk semmit, mert az elhullott tetemek fertőzéseket is terjeszthetnek, amelyek emberre és állatra egyaránt veszélyt jelentenek. Sokszor láthatunk a vadat elütve, de a házi állatok hasonló veszélyt jelentenek az utakon. Egy macska, ez kimondottan egy hirtelen az útra szaladó típusú jószág, tehát ugye sokáig elgondolkozik, aztán megvárja, míg jön az autó, és akkor gyorsan előtte próbálunk átszaladni. Nyilván, hogyha az éjszaka történik, egy sötétes színű macskával, akkor még az ember jól meg is ijed tőle, mert csak azt látja, hogy valami villan az úton, és a kormányt elránthatja. Hát a kutyáknál meg ugye ott azért vannak olyan nagy testűek, hogy közel akár őz súlyú, a kis 20-30 kilós kóborkutya is lehet, ugyanakkor akár tud tenni az autóba, mint egy őz. Tehát ezekre is figyeljünk, és elgondolkoztató, valóban elgondolkoztató, hogy a előtört állatoknak harmada, sőt vannak olyan utcak azok, hogy a fele ilyen kóbor állatokból áll. Az ebbtartás szabályai szigorodtak az elmúlt években, ezt azonban nem mindenki tudja betartani, ezért is látunk rengeteg kóborkutyát. Ez nem csak állatvédelmi szempontból aggályos, hanem vadvédelmi aspektusból is. A kutyákban ugyanis még mindig van ösztön, így előszeretettel mennek a vad után, és hamar ráéreznek, hogyan lehet megfogni azokat. Ezzel pedig közvetítővé válnak a vad és a házi állatok között. Pontosan a macska egyébként, a házaktól kijáró macska az egyik legnagyobb veszélyforrás, hiszen egy macska egy éjszaka be tud akár 20 hektárt is barangolni, könnyűszerrel, még nagyobb területeket is. És mondjuk ő a szélső házban lakik, és megszokta azt, hogy ő kijár egerészni, pockozni a vadász területre, ott könnyűszerrel tud találkozni éjszaka egy veszett állattal, összeverekszenek, megmarják egymást, a kismacska ugye hazamegy, mint ahogy láthattuk is ugye tavasszal ott a Milotán történt esetben, hogy a macska bemegy, nyilván a macskát mindenki szereti, simogatja, babusgatja, csak egyszer, hogyha ez a macskán kitör a veszettség, akkor ugye kiszámíthatatlanul fog viselkedni, és abból lehet a leghamarabb összeszedni az embereknek is a fertőzést. Ez pedig olyan veszélyforrás, amit csökkenteni kell. Bár időnként hallani lakott területre vagy városi közegbe tévedt rókáról, borzról, esetleg aranysakáról, ezek esetszáma elenyésző ahhoz képest, mennyi házi állat jár ki a háztól a határba életvitelszerűen. Ezek a jószágok hurcolják be a lakott területre a veszettséget.